Immár harmadik éve, hogy június végén a sátoraljóújhelyi városi sportcsarnokban jönnek össze egy verseny keretében a tollaslabdázók. A megmérettetéssel a 2012-ben tragikus sportbalesetben elhunyt társakra, Kocsi Zoltánra emlékeznek a család jelenlétében az ismerősök és a sportbarátok. A Kocsi Zoltán emléktorna szervezője Móré Csaba testnevelőtől megtudtuk. Sokan segítettek a torna létrejöttében. Hát a tavalyihoz hasonlóan az idén is elég korán elkezdtük szervezni ezt a tornát, ezt az emléktornát. Sok vállalkozás és magán ember is beletette a munkáját és egy kis pénzikéjét azért, hogy itt meg tudjuk ezt valósítani, ezt a tornát. Megköszönjük ezeknek a szponzoroknak, akik segítettek bennünket, a Városvédő Szépítő Egyesület például, aki felajánlással támogatta a rendezvényünket. A sportcsarnokat is rendelkezésünkre bocsájtotta a Klik, úgyhogy köszönjük szépen, és azoknak a más magánembereknek is, akik sokat dolgoztak azért, hogy ez megvalósuljon, úgyhogy köszönjük szépen. Honnan érkeztek versenyzők ebben a nyári időszakban, ha nincs is igazi kánikula? Szerencsére nincs igazi kánikula, mert akkor itt bizony már sokkal jobban folyna rajtunk a víz. Több helyről jöttek. Felsőzsolcáról már tavaly is voltak, most is 15-en vannak itt Felsőzsolcáról, Miskolcról jöttek, Mátészalkáról, Mádról, Sárospatakról és Újfehértóról is vannak itt olyan sportbarátok, akik szeretnek tollaslabdázni. Hogyan alakul velük ez a kapcsolat? Hogy lehet felvenni, hogy eljöjjenek egy-egy ilyen versenyre? Hát nyilván most már a Facebookon, ha megosztunk egy rendezvényt, az sok ember fülébe eljut, de az elmúlt hónapban Sárospatakon volt egy hasonló rendezvény, és ott is sokan összegyűltünk szép számmal. Ott nyilván ezt a programot már igyekeztünk hirdetni, és nagyon sokan itt is vannak azok közül, akik ott hallották ennek a lehetőséget, illetve mondhatnám, hogy szájról szájra terjednek ezek a dolgok, és aki hírt kap róla és van ideje, akkor az itt most eljött hozzánk, és itt van ezen a versenyen. Mondhatjuk, hogy itt helyi szinten is kialakult egy maga, aki űzi ezt a sportágat? Igen, vannak mindig új tagok azokkal, akikkel együtt szoktunk ütögetni. Vannak persze lemorzsolódások, de azért egy ilyen rendezvényre mindig visszajönnek, és megpróbálják ők is esetleg feleveleníteni, hogyha valamilyen oknál fogva nem tudták tovább folytatni ezt a tollaslabda játékot. A felsőzsolcai tollaslabdázók rendszeres résztvevői az empléni tornáknak, és alaposan megizzasztják ellenfeleiket és önmagukat is a mérkőzéseken. Hát nagyon sokat kihozott belőlem, hát azért az én koromban már 50 évesen fiatalok ellen elég nehéz ilyen hosszú mérkőzésre 3 szetteset játszani, de örülök neki, hogy sikerült, hál' Istennek 2-1-re sikerült behúzni ezt a meccset is. Jó volt, nagyon erős volt az ellenfél is, nagyon jól játszott. Talán hosszú labdákkal tudtam megfogni, és beállított ejtésekkel. De most nem számított. Most már mondhatjuk, hogy a felsőzsolcai alakulat minden zempléni versenyen itt van, talán hazai pályának számítanak ezek a versenyek. Hányan érkeztetek most? Így van, hát a Susi kupán is voltunk már talán harmadszor, itt vagyunk másodszor már. Hányan érkeztünk? Most már a barcikaiakkal együtt, mert őket is hozzánk vehetjük, már ott vagyunk 13-an. 13-an érkeztünk most erre a versenyre, plusz még az egyetemről jött egy 4-es csoport, úgyhogy elég sokan vagyunk már, és tényleg a szívünkhöz nőtt ez az empléni vidék, meg az empléni tollaslabdázás. Hogy érzed, terjed a sportág a megyében?
Hát amatőr szinten igen. Most megpróbálunk még egy picikét nemzetközi vizekre kievezni. A múltkori versenyen beszélt a, nem tudom, halászfalulról, vagy nem tudom honnan jöttek a kollega, hogy ők is nemzetközi tollaslabda szövetségekkel vették fel a kapcsolatot. Mi is megpróbálunk ebben az irányba megmozdulni, és természetesen bevonni a Magyar Tollaslabda Szövetséget. Honnan indulnánk, hogy egy kicsi mozgás legyen, ha más nem amatőr szinten, mert pályahiányunk is van, pályák vannak, azok alacsonyak általában. Ami jó lenne, annak nagyon magas a bérleti díja, tehát ilyen problémákkal küzdünk. Nektek milyen lehetőségeitek vannak az edzésre? Nekünk egy általános iskolának a torna termében van, de az is arra jó, hogy mozgassuk magunkat, de tulajdonképpen nagy versenyt nem tudnánk rendezni a magasság miatt, tehát magasság problémánk van, tehát amúgy minden rendben van a teremmel, csak a magasság, illetve csak egy pályánk van, úgyhogy sokan nem férünk el egyszerre edzésre. Fiatalok mennyire kedvelik meg ezt a sportágat, van-e érdeklődés? Kazincbarackán egy általános iskolába beindult a gyerekeknek is az edzés. Hát olyan 3-4 fiatalt már rá tudtunk venni, hogy sűrűbben járjanak le edzésre. Úgyhogy reméljük, hogy ez a magacska megmarad, illetve hát Patakon, ugye Kecskeméti Karcsék, aktívan edzenek a gyerekekkel iskolai foglalkozások keretén belül is. S hogy a sportág megérinti a mai gyerekeket is, arra jó példa a kazincbarcikai Vojtko Bence játéka. Én 3 éve tollaslabdázok Kazincbarcikán, pénteken rendszeresen járunk. A Jókai Mór tanárképzőiskolájának tornatermébe járunk 3 pályán péntekenként tollaslabdázni. Ki szerettette meg veled ezt a sportágat? Hát az egész úgy kezdődött, hogy anyukámmal a kertben az utcán elkezdtünk tollasozni, és utána találtunk az Ádám Jani tagiskolába, Kazincbarckán egy tollaslabda edzés, testen eltartotta, és utána pedig elkezdtünk járni edzésekre, csak akkor már rendes edzővel. Ha ilyen edzésben van, gondolom, hogy versenyekre is jársz, milyen versenyeken vettél részt, milyen eredményeid vannak? Hát eddig még csak a Diák Olimpián voltunk, Nyíregyházán, ott területi döntőn, és utána Győrbe az országos döntőre. Mi a szép ebben a sportágban, mi tetszett meg neked? Hát azt most úgy nem tudom kifejezni, de tetszettek ugye a labdamenetek, az ejtések, lecsapások, meg minden, ami van ugye a tollaslabdában. Az imént talán a mezőny egyik legjobbjával játszottál, aki nemrég még Sárospatakon egy versenyt is nyert. Milyen volt ez a mérkőzés? Hát én élveztem a második szett, hát az első szettben kikaptam 11-2-re, de a második már igen szoros volt. Ott 2 ponttal kaptam ki. Sárospatakon nagy csatában, igaz kis sérüléssel alul maradtál a döntőben, készülsz esetleg a visszavágóra? Hát visszavágóra készülök, nem akarom előre megmagyarázni a esetleg vereséget, nyilván mindent meg fogok tenni annak érdekében, de hát ebben a korban már előjönnek a sérülések. Most egy kis vál húzódása küszködök, de hát remélem, hogy a döntőig el tudok majd valahogy ezzel a sérüléssel is döcögni. Egy szép felújított iskolában tanítsz most már az új tanévben. Helye lesz a tollaslabdának is a tornateremben? Hát én remélem, hogy fogjuk tudni folytatni ott a játékot. Szívesen várunk bárkit, aki esetleg érdeklődne ezután a játék iránt. Mint mondtam már korábban, mindig vannak újak, akik megismerkednek vele, és rájönnek, hogy ez egy olyan sportág, amiben bizony futni is kell. Nem olyan egyszerű, mint amilyen ezt sokan gondolják. Aki nem hiszi el, az jöjjön és próbálja ki. A mai torna egy emlékezés is Kocsi Zolira. Mit szólsz ehhez a most már nem kezdeményezéshez, mondhatjuk, hogy hagyománynak, hogy a sportbarátok megemlékeznek így módon is róla. Nagyon szép a hagyomány, hogyha ezt lehet szépnek nevezni. Nagyon megható. Én a családnak a úgymond erősségét ebben nagyon becsülöm, hogy ezt végig tudják csinálni azokkal az érzésekkel, amik bennük dúlnak. De viszont úgy látom, hogy megéri megcsinálni, mert sokan jövünk, és tényleg mi nem is ismertük a Zolit, de az emlékére, a tiszteletére szívesen jövünk.
Megszűnik a felnőtt labdarúgás a városban. Ez a hír keringett az elmúlt hetekben a sátoraljaújhelyi szurkolók körében. S hogy mi volt ennek a valóság alapja és hogyan alakultak a dolgok, erről kérdeztük Nagy Zsoltot, az STK elnökét. Szerencsére mindenkit megnyugtathatok a városban, hogy lesz sátoraljaújhelyben labdarúgás, lesz sátoraljaújhelyben felnőtt labdarúgás. Nagyon sokat tettünk le azért egy páran ebben a városban, és itt ki szeretném emelni nem csak a helyi vállalkozókat, magánszemélyeket és a város vezetését is, hogy induljon sátoraljaújhelyben egy megfelelő olyan csapat, amely majd öregbíteni tudja ezt a régi hagyományt. Mi volt a valóság alapja ezeknek a pletykáknak? Természetesen volt egy része, amely teljes mértékben igaz volt. Sajnos a jelenlegi körülmények között nem tudott már tovább működni ez a labdarúgó csapat oly módon, hogy csak is városi költségvetésből támogatva, és ezért kerestünk támogatókat, szponzorokat annak érdekében, hogy mindenképp fennmaradhassunk. Sikerült megnyugtató helyzetet teremteni, hogy hát az egész szezonban kitartson ez az anyagi forrás, hogy ne legyenek évközben gondok? Igen, az eddigi adataink mind azt támasztják alá, hogy a városi polgárok pozitívan álltak hozzá a sátoraljaújhely labdarúgás sportjához. Eldöntötték azt, hogy nekik kell ez, és ennek érdekében folyamatosan tesszük meg azokat a lépéseket, mind együttműködési megállapotásokat közben folyamatosan tárgyalva, annak érdekében, hogy a következő szezonra is, akár a tavaszi is, akár a következő őszi szezonra is megfelelő anyagi forrás rendelkezésünkre álljon. Hát azt is beszélték a szurkolók, hogy szétment a csapat, ennek mi a valóság alapja, mennyiben maradt meg a tavasszal, mondhatjuk, hogy nagyon jól játszó csapat. A labdarúgó csapat, a felnőtt labdarúgó csapatnak a 90%-a itt maradt, tehát még időben el tudtuk érni mindenkit, és időben el tudtuk arra venni őket, hogy sátoraljaújhelybe folytassák tovább a labdarúgást, és ennek eredményeként én úgy érzem, hogy megint egy nagyon jó csapatot tudtunk összekovácsolni. Habár a kovácsolás még folyamatban van, és most lesz igazán nagy tevékenysége az új edzőnek, mert még csak az elsődleges edzések voltak, meg a ráhangoló edzések, és innentől kezdve folyik majd a komoly szakmai munka. Említetted a szakmai stábot, hogyan fog összeállni az új szezonban? Az új szezonban Szabó László vezetőedző úr, aki egyébként a szakmai vezetőnk, az utánpótlás bázisban fogja gyarapítani azt a szakmai tudást is, illetőleg a gyerekeknek azt a szakmai tudást átadni, amely szerintem nagyon-nagyon jó színvonalú, és a környék egyik legjobb színvonalú szakmai tudása. Az U19-es korosztályban jó magam fogom ellátni az edzői feladatokat, még a felnőtt korosztályban Jurkó Tamás, aki Mádról jött vissza hozzánk, hogy erősítse minket. Mit kérnél azoktól az emberektől, vállalkozóktól, akik esetleg tudnak tenni a labdarúgásért? Mit kérnél a szurkolóktól, hogy hát maradjon és jó helyezést érhessen el a csapat? Én úgy gondolom, a legfontosabb az, hogy minden vállalkozót megkérek arra, akinek egy csépetnyi jó érzés is van benne, hogy igenis bármilyen úton lehet az anyagi, nem anyagi, bármilyen forrás formájában támogassa az újhelyi labdarúgó sportot, illetőleg a nézők pedig jöjjenek le a labdarúgó meccsekre, hisz ez az elsődleges mérőszáma annak, hogy valóban szükségünk van az újhelyi labdarúgásra, és valóban szüksége van az újhelyi lakosságnak erre a sportra. Milyen hírek vannak a megyei első osztályról? Hallhattunk olyanokat is, hogy vannak visszalépők, hogyan alakul a bajnokság, mikor kezdődik a bajnokság? Hát sajnálatos tényként el kell közölnöm, igen, hogy több labdarúgó szakosztály is visszalépett. Ebben a nehéz anyagi helyzetben nagyon nehéz fenntartani a csapatokat, de sok másodosztályú csapat nyert így felkérést arra, hogy folytassa a megye első osztályba, így teljes mértékben megvan az a labdarúgó csapat, amely az a labdarúgói kör, illetőleg csapat, amellyel el tudják kezdeni a megyei első osztály biztonságosan. Emellett én úgy gondolom, hogy nagyon sokat kell tennünk annak érdekében, hogy mi is pozitív és nagyon jó eredményeket tudjunk elérni ezáltal. Mikor kezdődik a bajnokság? Lehet-e már tudni? Igen, a bajnokságunk az augusztus közepén kezdődik, tehát addig bő egy hónapunk van arra, hogy úgy fel tudjunk készülni, hogy prezentálni tudjunk egy olyan játékos állományt a sátoraljaújhelyi lakosoknak, amelyre méltán lehetnek büszkék, ha már tettek azért, hogy ez meg is valósuljon.
A Sárospataki Rákóczi DSE birkózó szakosztálya idén harmadszor szervezte meg a birkózó táborát. A program elsősorban a kikapcsolódást kívánja szolgálni a kemény szezont követően, ám a sportágról sem feledkeznek meg természetesen, ahol a táborba érkező társklubok versenyzőivel jó lehetőség nyílik gyarapítani a tudást a birkózás tudományából. Nagyon örülök, hogy ismét rengetegen jelentkeztek, közel 30 versenyző az ország minden részéről, Budapestről, Karcagról, Hajdúszoboszlóról, Nyíregyházáról, Szerencsről, és akkor a Sárospatak versenyzői, de DVTK is szokta magát képviseltetni néhány edzésünkre, és nagyon örülnek, hogy ismét a színvonalas edzőtábor, elmondhatom magukról, hogy ismét harmadik alkalommal elkezdtük. Mi a napi rendje egy-egy ilyen tábori napnak? Koránkelés van most a gyerekeknél, úgyhogy egy kicsit ilyen iskolai rendszerű, hiszen reggeli tornával az egy ilyen átmozgató gimnasztikai torna. Utána pedig reggelizni megyünk, majd ottani szabadfoglalkozás van. Van egy délelőtti edzésünk, ebéd, utána csendes pihenő, majd egy délutáni edzésünk, és vacsorázunk, majd megint szabadfoglalkozás, de nem minden nap van két edzésünk, hiszen minden másnap programok vannak, múzeumok, kalandpark és egyéb nevezetességek. Sok sportágban láthatjuk, hogy elég monoton edzések vannak, hát a sportágból adódóan ugye az úszás, bizonyos atlétikai számok. Ez a birkózás talán alkalmas, hogy játékosabb formában is lehet edzéseket tartani? Így van. Az edzést bemelegítés gyanánt játékkal kezdjük. Nyilván megvannak a sportág specifikus bemelegítések, de a játék végén is, illetve az edzés végén is játékkal fejezzük be, és különböző játékokat játszunk, nem csak egyfajta játékokat, sőt valamikor ilyen labdás játékokat, mint például egy kiütő, úgyhogy változatos és szórakoztatók az edzések. A birkózó edzések helyszíne a Sátoraljóújhelyi Szepsilackó mezőgazdasági szakközépiskola tornaterme. Az intézmény vezetője elismeréssel nyilatkozott egykori diákjuk és a gyerekek lelkes munkájáról. Mindenképpen pozitív benyomásaim keletkeztek a mai edzést követően. Én azt gondolom, hogy mondjuk nem ez az első alkalom, hogy lejöttem ide az iskolánk tornatermének a tornatermébe, és megnéztük egykori diákunk által vezényelt edzést. Én azt hiszem, hogy miután büszkék lehetünk Kósa János egykori diákunkra, hiszen mindenképpen megtesz mindent azzal, hogy szervezi, irányítja, koordinálja és vezeti ezt a klubot, és szívén viseli tulajdonképpen az Zemplén, illetve a Sátoraljóújhelyi és Sárospataki diákoknak a birkózását. Markovics Viktória birkózó sportját a jött, látott, győzött szavakkal lehet összefoglalni. Két évvel ezelőtt az edzőm elhívott egy edzésre, hogy menjek, nézzem meg, hát ha megtetszik, és lementem egy edzésre, aztán ott is maradtam, mert nagyon megtetszett. A novemberben volt a Magyar Bajnokság Orosházán, ott megnyertem a Magyar Bajnokságot, meg így területi versenyek voltak, ott is Szerencsen, Nyíregyházán, ott is első lettem. Kemény edzések zajlanak a birkózásban, láthatjuk a mai nap is, bár ez egy játékos edzés volt, neked mennyire megterhelő, vagy mennyire bírod ezeket a kemény edzéseket? Hát megcsináljuk az edzést, nem mindig szokott kemény edzés lenni, mert van egy kis játék is közben, de az edzés után fáradunk el. Bihari Bruno Soma a Sárospataki klub kiválósága, eredményei szorgalma alapján korosztályos válogatott sportoló lett. Hát jó érzéssel fogadtam, mert megtisztelő számomra, hogy példakép lehetek másoknak. Milyen út vezetett idáig a korosztályos válogatottságig? Milyen kemény munka előzte meg ezt a címet? Hát a sok erősítés meg az ennivalók. Mit jelent ez az ennivalók? Hogyan táplálkozik egy ilyen fiatal korosztályos válogatott? Hát sok húst eszek, meg ilyen fehérjéket. Mennyire megterhelő edzéseket kell végezni? Azt hiszem, hogy valaki idáig jut, nem csak az edzőteremben, hanem otthon is végez edzéseket. Hát megterhelő, de bírom, mert
jó az erőrétem, meg a kondim is. A karcagi birkózók között is számos szép eredménnyel rendelkező sportolót találhattunk. Hát másfél éve kezdtem el, több mint másfél éve most már. Hát eddig csak egy magyar bajnoki bronz jött össze, de akarok még jobbat is. Hát csak hát az a baj, hogy jó pár ellenfelem ilyen 5-6 éve birkózik, úgyhogy van egy kicsit feladva a lecke. Meg főleg, hogy ilyen magasabbak, meg tényleg sokkal erősebbek, hát próbálom utolérni egy másfél év alatt megint. Hogy érzed magad itt a táborban, milyenek a programok? Hát szerintem jók a programok, meg úgy baráti a környezet is. Én például szeretek ide járni, már másodjára vagyok itt a három közül, szerintem jó. A tábor feltöltődést és egyben munkát is jelent edzőnek és a gyerekeknek egyaránt. Sok kiegészítő program van, akkor feltöltődünk. Viszont elég sűrű a program, kemények az edzések, sokat edzünk, és a gyerekek nagyon élvezik is az edzést, élvezik azt, hogy nagyon fegyelmezetten, központilag úgy vannak irányítva, és vannak nagyon jó edzőpartnerek. Tehát összességében mi igazán nem töltődünk fel, de nagyon élvezzük ezt az együttlétet, és nagyon szeretünk idejönni. Hát rendesen elfáradnak az edzők is úgy, mint a gyerkőcök. Minden gyerek más típusú, sőt, hát valakinek még jobban oda kell figyelni, hogy tényleg a terhelés az ne olyan legyen, mert mondjuk kezdőbb, de hozzáteszem, hogy bírják a gyerkőcök, hiszen a tábor fele tábor lakóinak a fele magyar bajnoki éremmel rendelkezik, vagy akár magyar bajnok, vagy éppen diákolimpiai bajnok, úgyhogy nagyon ügyes gyerekek vannak a táborban. Terelte a 2014-es Lada Racing All-Star Gálán Lada VFTS-ét Nagy Norbert. Autózásával kivívta a rendezők és a nézők elismerését is, így a 2015-ös rendezvényre meghívást kapott a tolcsvai fiatalember. Norbi azóta megvárt a tavalyi autójától, ám ezzel a gyönyörűen felújított 1984-es gyártású járgányával vállalta a fellépést. Hát igen, most én itt egy vendégversenyző voltam, igazából meghívás alapján jöttem. Hát tavaly sikerült a VFTS-re jó köröket futni, kupát is kaptunk, és így meghívtak az idei versenyre is. Mi ennek a pályának, ennek a driftelésnek, a Lada driftelésnek a titka, a trükkje, szépsége, nehézsége? Hát a titka igazából egy nagyon erős autó, ami most nem adott meg igazából nekem, mert ezt csak utcára vettem magamnak. De most igazából csak ez az egy autón van. Hát a titka az nem tudom igazából. Menni kell csinálni, aztán az ember ráérz, akkor tudja. Ezt nem lehet megtanulni sehol. Egy nagyon szép autóval volt dolgunk. Nagyon sokan megcsodálták itt a parkolóban is. Úgy tudom, hogy ez az autó abban az évben készült, amikor te születtél. Igen, ez egy 84-es autó, és valóban gyönyörű. Gyönyörű, nagyon tetszik az embereknek, meg hát nekem is persze. Milyen előélete van ez az autó? Hogy került hozzád? Milyen belső dolgai vannak? Hát ez végül is egy amatőr versenyautó, ez egy A-csoportos versenyautó, megfelelően meg van csinálva. Csak annyi, hogy nem Facebook kulcs, hanem szerelhető van hozzá. Én amatőr versenyeken elfogadom, meg ilyen helyeken lehet vele indulni. Igazából úgymond utcai autó. Hogyan teljesített a pályán az autó? Hát szerintem elég jól ment ahhoz képest, hogy ilyen kicsi a többiekhez képest. Jó volt szerintem. Hogyan lehet ezt a driftet megtanulni? Ugye itt láthatjuk, hogy az egyenes után meg kell indítani keresztbe az autót, ezt mennyire nehéz megszokni. A rallyban megszokott beidegződések itt mennyiben élhetnek? Hát élhetnek, de igazából itt lehet megtanulni, megszokni is ezt az egészet, vagy pedig hójárás kort élen. Mert akkor lehet így igazából csúsztatni az autót. A rally az igazából nem erről szól. Minden kevesebbet csúszni, minden gyorsabban kijönni a kanyarból. Úgyhogy ez teljesen más. Milyennek láttad a mezőnyt? Milyen ladák voltak? Mennyire dobbantották meg a szívet? Hát nagyon megdobbantották igazából. Én abban akartam menni ezt az egészet, de nem tudom mennyire fog-e sikerülni. De nagyon jó autók voltak itt az idén és meg tavaly is.
Én azt hiszem, a világon kevés olyan ország van, ahol ennek a márkának ilyen tisztelete, becsülete van, hiszen több évtizedes márkáról van szó, de még mai napig szebbnél szebb, kiválóbbnál kiválóbb versenyautók épülnek. Te miben látod ennek a márkának a varázsát, hogy a fiatalokat mai napig megérinti? Hát igazából, amikor az ember egy Ladába belül, azt az érzés semmi nem pótolja. Az se egy BMW, se egy Mitsubishi. Ennek olyan varázsa van, meg olyan hangja, illata, élményt ad, hogy ez pótolhatatlan. Szombathelyen tudjuk, hogy hát mondhatjuk, hogy összecsuktátok a Ladát, de úgy tudom, hogy épül egy másik Lada. Milyen terved van a jövőben a versenyzése? Hát most igazából, ha elkészülök, azt egy kicsit meg lesz pihentetve. Aztán nem tudom, majd ez a jövő titka még igazából. Szeretném összerakni, de nagyon sok pénz van egy ilyen versenyautó megépítése. És nem tudom még, mi lesz a sorsa, megmondom őszintén. De maradsz a rally szakágnál, az a nagy szerelem? Igen, csak annál. Hogyha most meg is pihentetem egy időre, de utána csak ez, csak a rally.